Túri Városi Televízió nézőit Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. október 8-án kedden. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Solymos Tóni lépett fel mezőtúron. Mesemondó versenyt rendeztek városunkban. Solymos Tóni lépett fel szeptember 28-án a nyárbúcsúztató kavalkádon az őszülőn. Az előadó művész már több alkalommal lépett fel mezőtúron. A fellépés előtt készítettünk interjút az énekessel. Az őszülőn a Közösségi Ház nagytermében nem sokára Solymos Tónival találkozhat a közönség, aki nem először járt itt mezőtúron. Milyen érzésekkel érkezett a városunkba? Nagyon nagy szeretettel jövök, mindig mezőtúra. Először is a zenekarral rengeteget szerepeltünk itt, szabadtéren is, ugyanebben a művelődési házban is. Tehát mi sokat dolgoztunk. Aztán szóló énekes koromban is voltam már itt, nem régen. Egy vagy két éve voltunk körülbelül, és hát nagyon jó civil barátaim is vannak, úgyhogy nagyon szeretem őket. Vadászni is nagyon sokat jártam ide, tehát mezőtúr a szívem csücske. Milyen dalokkal készült a mai fellépésre? Milyen dalok fognak majd felcsendülni? Természetesen az express dalokkal, ami az elmúlt 60 év termése. Hát körülbelül 300 dalunk van a Magyar Rádióban felvéve, és ennek a nagy részének a szövegét én írtam, egy szintén elég nagy részének a zenéjét is én írtam, úgyhogy most ebből válogatok, és kiválasztok mindig egy olyan 10-12 olyan dalt, vagy talán még többet is, ami ugye legjobban jellemzi az express időszaknak a teljes átfedését. Az egy óriási dolog, hogy évtizedek óta a pályán van, és a sikere még most is töretlennek mondható, hiszen nagyon sok fellépése van. Mit gondol, hogy mi lehet a sikerének a titka? Hát a siker titka az először is ugye a jó dalok, tehát jó dalokat kell írni, aztán a siker titka még a közönséghez való viszonyulás. Tehát mi mindig olyan alázattal, olyan szeretettel dolgoztunk, mindig a zenekarral is, meg amikor szólóénekesként járom az országot akkor is, és ez a 6 évtized, 63-ban nyerte az Express zenekar az első Ki mit tudod, és most 2023-24 van, ugye 61 éve vagyunk a pályán. Hát nem tudom, meddig lehet ezt még csinálni, meg a sikertitka az, hogy nem szabad abba hagyni. Idő előtt nem szabad abba hagyni. A fiatalok is ismerik a dalaikat. Mi lehet a kulcs hozzájuk ebben a felgyorsult világban? A fiatalokhoz én már nem nagyon találok direkt kapcsolatot. A fiatalok azok a nótáinkat először is, először a nagyszülők, aztán a szülők, aztán a szülőknek a gyerekei, és aztán utána pedig már az unokái is hallhatják a dalainkat, ha van olyan fórum, ahol ezeket a dalokat sugározzák, mit tudom én, egy retro rádió, vagy valamelyik ilyen tévé, ami a régi, nagyon népszerű tánczenei műsorokat ismétli. Tehát így jut el hozzájuk, vagy régi lemezekről. Mostanában a fő irányvonalban, a fő áramlatban, a mainstreamben már az express dalok nem szerepelnek. Én hordozom így az örökséget. Egyébként van egy kis csapatom, akikkel járunk, egy trió, és hát ma egyedül jöttem ide, mert így szólt a felkérésem, és ezekkel a dalokkal ugye a közönség előtt nem lehet mellé nyúlni, ezt mindenki mindig tudta, és abban a pillanatban, ha elkezdünk játszani, a közönség nagy része rájön, hogy hát ez is express, az is express, Jézus várja, mennyi nóta van itt. És a fiatalok ezeket vagy hallották, mondom, a szülőktől, vagy ilyen régi dolgokat játszó rádióban, és így közvetlenül fiataloknak szóló koncerteket nem tudunk tartani már. De az Express zenekar már nem is dolgozik, 2018-ban volt az utolsó ilyen közös nagy előadásunk a hattagú zenekarunknak. 14-ben volt egy 50 éves zenekari nagy koncert, utána annyira ment ez a dolog, hogy még 4 évet ráhúztunk, 18-ig, és akkor kimondtuk karácsonykor, hogy akkor nem tovább, és én egyedül csinálom tovább. Ahogyan az időjárás is jelzi most itt mezőtúra, most már tényleg beköszöntött az ősz, hogyha a fellépéseket nézzük, a nyári időszakot, fellépések szempontjából ön hogyan tudná értékelni?
Ezen a nyáron nem túl sok fellépésen vettem részt, nagyon nagy volt a hőség, és valahogy úgy jött ki a lépés, hogy nagyon érdekes volt az a új polgármester választás, az nagyon betett nekünk, nem csak nekem, hanem az egész zenész szakmának. Tudnélik, a régi polgármesterek már nem rendeltek műsorokat, az új polgármesterek még nem nyúltak a pénzhez, illetve nem tudták, hogy mennyi pénz lesz, még nem rendeltek. És érdekes, hogy most október elejétől most indult meg a nagy rendelés, mert most már mindenki tudja, hogy miből gazdálkodjon, mennyi maradt, vagy éppen mit tudott félretenni. Tehát most a nyár elég gyenge volt. Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából hagyomány, hogy minden évben mesemondó versenyt rendeznek városunkban. Idén is a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára szervezte meg az eseményt, amelyre stábunk is ellátogatott. Szeptember 30-a a Magyar Népmese Napja, és ezen a napon született Benedek Elek és a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára minden évben mesemondó versenyt rendez ebből az alkalomból. Mit tudhatunk az idei verseny részleteiről, hány gyermek nevezett? Idén 66 gyermek jelentkezett hozzánk a mesemondó versenyre, nem csak Mezőtúri általános iskolákból, hanem a környékről is. Nagyon örültünk neki, hogy ismét ilyen sokan kedvet éreztek ahhoz, hogy az élő szavas mesét ünnepeljük ilyen formában. A gyerekeket zsűri bírálta el külön évfolyamonként, az első, a második, a harmadik és a negyedik évfolyam külön, valamint a felsősöket szintén külön bíráltuk. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, én azt gondolom, ilyenkor ez mindig nehéz, és arra próbáljuk azért a hangsúlyt fektetni itt a gyerekeknél, hogy ez verseny, mert nyilván kapnak oklevelet, meg emléklapot, de ezzel mindenki nyer. Mindenki nyer azzal, ha megtanul egy mesét, mindenki nyer azzal, hogy meghallgat egy mesét. És nagyon örülünk, hogy ilyen sok gyerek érez készítést arra, hogy így is közelebb kerüljön a népmesékhez. A gyermekek ezen a versenyen magyar népmeséket szoktak bemutatni. Van-e visszatérő mese, amely évről évre népszerű? Nyilván vannak olyan mesék, amik ugye nagyon népszerűek, és nagyon szeretik a gyerekek, de sokszor hallunk olyan különleges meséket, amiket még én magam sem ismerek. Nagyon érdekes megnézni, hogy milyen ügyesen választanak a pedagógusok, szülők a gyereknek mesét. Nagyon odafigyelnek ilyenkor arra, hogy nyilván ne legyen túl hosszú neki, vagy az ő kis karakteréhez éppen ilyen az a mese, és el tudja mesélni. Nagyon örültünk neki, hogy idén 5 első osztályos is vállalkozott erre a szerepre. Nekik ugye sokkal nehezebb dolgok van, ők még nem tudnak olvasni, tehát itt nagyon oda kell a szülőnek és a pedagógusnak is tennie magát, hogy ez sikerüljön, és nagyon ügyesek és bátrak voltak a gyerekek, de nyilván nem csak az első osztályban, hanem a többi év folyamon is. És még egyszer ki kell emelnem, hogy itt a szülői és a pedagógus segítség is nagyon fontos. Sokszor jönnek hozzánk is ilyenkor, hogy segítsünk mesét választani. Ugye ez itt olvasó gyerekeket mi ismerjük azt, hogy milyen a kis karaktere, hogy ő most egy kis viccesebb, vagy zárkózottabb, és akkor nyilván igyekszünk olyan mesét találni neki, ami az ő kis jellemének is megfelel. A magyar népmesekincs az hatalmas, és nagyon izgalmas dolgokat lehet benne felfedezni, hogyha az ember egyszer így nekifog. Említetted, hogy több korcsoportban versenyeztek a gyermekek, és a legkisebbek az első osztályosok voltak, de kik voltak a legnagyobbak, hány évesek ezek a gyermekek? Hát a legnagyobbak, ők már 8. osztályosok, ezt a versenyt, ezt mi általános iskolákban hirdetjük meg, és bizony, hála az égnek, a nagyok sem vesztik el az érdeklődésüket a mese iránt, bár szerintem ez úgy működik, hogy aki egyszer megismeri a mesét, és megszereti az élő szavas mesélést, ők azért ennél megmaradnak, úgyhogy hála az égnek, felsőben is voltak 7. 8-os gyerekek is, akik igen komoly felkészüléssel jöttek ide.
Mezőtúron a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtára szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából mesemondó versenyt hirdetett, amelynek megnyitóján vagyunk jelenleg. A hagyományápolás szempontjából milyen jelentősége van a mai rendezvénynek? Én azt hiszem, hogy a gyermekek részére az egyik legkedvesebb, legközvetlenebb dolog az, hogyha mesét mondunk nekik, mikor még kicsik, akkor természetesen a szülők azok, vagy a nagyszülők azok, akik egy-egy mesés történetet elmondanak a gyerekek részére, és ez mindig is egy nagy-nagy élmény. Aztán utána, hogy megtanulnak olvasni már, ő saját maguk is felfedezik ezt a világot, és utána ezeket a mesés történeteket megismerik. Mindegyik egy-egy jó kis tanulsággal zárul, tehát a magyar népmesékben mindig találhatunk egy olyat, amelyeknek a levetítése, vagy másképpen a tanulságoknak a levonása, ez nagyon fontos dolog. Így a mesék egy-egy hagyományt, egy néphagyományt, egy népszokást is közvetíthetnek. Ezeket értő emberek azok, akik tolmácsolhatják a gyerekek részére. Kire gondolok itt elsősorban ugye a szülők azok, ha pedig utána bekerülnek a gyermekek, akkor a bölcsödében a gondozónénik, óvodapedagógusok az óvodában, és utána pedig az iskolában a tanárok, tanítók. Ez mind olyan fontos dolog, amely a gyerekek életében egy elmaradhatatlan dolog a mesékkel, népmesékkel való megismerkedés, és azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb az, amikor a gondolataiknak a közvetítéséhez, az írás-olvasás tudásnak a megszerzéséhez az egyik legfontosabb elem a népmesének az ismerete. Ez a nap egyébként Benedek Elek születésnapja, és alpolgármester asszony a zsűriben is részt vesz. Ilyenkor milyen szempontokat vesz figyelembe? Először is eszembe jut az, hogy Benedek Eleknek a szülőházánál is jártam már több alkalommal is ugye Erdélyben, és mindig egy csodálatosan szép dolog az, hogy ott lehet az ember, és megismerkedhet azzal a környezettel, ahol magában a népmeseíró élt, dolgozott. A másik pedig az, hogy mindig egy olyan fajta tanulságot juttat eszünkbe, hogy a mai világban, amikor akár a híradástechnikai eszközök is sokszor elveszik az időt a gyerekektől, hogy legyen egy kis nyugodt kis percük, egy fél órájuk arra, hogy akár a szüleikkel, akár pedig más felnőttekkel, vagy ők saját maguk is megismerkedjenek a népmese szövegével, tudják ezt utána majd értelmezni, érteni, és ehhez viszont az kell, hogy a szókincs kultúrájuk magas szintű legyen, és benne otthonosan tudjanak mozogni. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok. A viszontlátásra!